Mit kell tudnunk erről a kampányról? Az a lényege, hogy egy héten egyszer Európában mindenhol, és így Magyarországon is, egy olyan kampányt csináljunk, ami felhívja a figyelmet erre a betegségre, ami azért egy nagyon komoly kiemelt betegség. Ha megengedi, mondok egy-két adatot. Ugye a férfi megbetegedések és rákos halálozásokban 34. helyen állunk volt versenyben, lökdösve egymást tapasztalatokkal. Tehát magyarországi szinten is ez egy nagyon fontos adat. És hát sajnos világelsők vagyunk a fejnyaki rákok tekintetében. Mik is ezek a fejnyaki rákok? Hát ez a szájüreg, a középgarat, ahol a mandulák helyezkednek el, fönt az orgarat, az orr mögötti rész, az orr és a melléküregei, és hát lefele a gége és a gégét körbevevő algarat, ami utána már nyelőcső következik lefele. Tehát tulajdonképpen négy szervnek a rákéről, daganatéről beszélünk. A kampány keretében most arra hívják fel a figyelmet, hogy hogyan lehet ezeket a daganattípusokat felismerni, vagy inkább arra, hogy hogyan lehet ezeknek a kialakulását megelőzni. Hát tulajdonképpen is. Kampánynak több célja van, egyrészt, hogy próbáljuk megelőzni ezt a dolgot, másrészt pedig nagyon jó lenne, hogyha mégis kialakul valakinél, akkor minél korábbi stádiumban megtaláljuk, és meg tudjuk gyógyítani. Hát ugyanúgy, mint a többi daganatnál is, a kezdeti 1-es-2-es stádiumban, vagy éppen egy rák megelőző állapotban sikerül fülöncsípni az elváltozást, akkor meg tudjuk gyógyítani. Nagyon jól tudjuk kezelni. Hogyha már egy előre az a stádium, egy daganatot, ott már sokkal nehezebb, hiszen akkor átéteket kezdve, ami beeszi magát a szervezetbe. Tehát nekünk is az lenne a célunk, ez a kettő cél, amit tetszett mondani. Egyrészt előzzük meg, és arról is talán majd tudunk beszélni, másrészt pedig tényleg hívjuk fel a tünetekre, és ha bárkinek ilyen tünete van, minél gyorsabban menjen szakemberhez. Na akkor folytassuk a tünetekkel, jó? Hogy egyáltalán milyen tüneteknél gyanakodhatunk bármely fej- és nyaki daganatra? Két tovább tartó idegen testérzés vagy fájdalom. A torokban, a szájban, aztán megint csak két hétnél tovább tartó rekedtség. Hát egy vírusos megbetegedés, ez egy nátához, nagyon sok ember megélte már, hogy rekedt, vagy hogy fáj a torka. De ezek a banális vírusos vagy bakteriális megbetegedések, ezek sose tartanak két hétnél tovább. Tehát ha véletlenül ilyen van, akkor azt komolyan kell venni, és a harmadik héten már el kell menni, megmutatni fülorgégésznek. Hogyha a szájunkban van, akkor esetleg felsebésznek. Aztán gombócos érzés, véletlenül, hogyha a köpet véres. Ott nem kell két hetet se várni. Tehát ha ilyen többször ismétlődik, akkor inkább fölöslegesen menjünk el, mert persze vérezhet a fogínyből és egy fogíny sorvadásnál, de a véresképet nagyon sok felnyaki, és hát tüdődaganatot is jelezhet, tehát komolyan kell venni ezt a tünetet is. És még egy nagyon fontos tünet, hogyha a nyakon megjelenik valami duzzanat, aszimmetrikus duzzanat, nem kell, hogy fájdalmas legyen. Tehát fájdalmatlan vagy fájdalmas, oda nő, akkor minél előbb megint csak menjünk el fülorgégészhez, mutassuk meg, és akkor ő már fogja tudni, milyen vizsgálatokat kell csinálni. Ugye itt azt tanácsolta, hogy fülorgégészhez menjünk, mert gondolom, hogyha bárkinek ilyen tünetei vannak, akár ugye a fejében, a nyakában, az orrüregében, a szájüregében, először lehet ugye, hogy fogorvoshoz megy, vagy esetleg a házi orvosához, már ők is gyanakodhatnak bármely tünetnél arra, hogy itt komolyabb a baj, és már ők is tovább tudnak küldeni bárkit szakorvosokhoz? Azzal nincsen baj, ha házi orvoshoz megy, illetve szájsebészhez. Hát a szájsebész a szájüreget fogja tudni megnézni, meg a fogorvos is. Hátét nem nagyon fog tudni látni, gégét nem fogja tudni megnézni. És ugye itt nekünk a négy közül, a négy nagy számú daganat, amiről beszéltünk, a szájüreg az egyik. Tehát ha a szájban van elváltozás, akkor természetesen nagyon jó irány a szájsebész. Hiszen ő fogja ezt látni, és hogyha esetleg olyat lát, ami megy tovább a garatra, akkor konzultálni fog velünk. A tüneteket nagyon jó megbeszélni a háziorvossal, ha a háziorvos megnézi, esetleg a gyógyszer, de ha nem javul, akkor mindenképpen, ha a háziorvos küldje a szakorvoshoz, az is jó, nem, akkor meg nagyon proaktív. Kellene, és el kell menni. Ma Magyarországon el lehet menni fülorgégészeti szakrendelés a háziorvos nélkül is. Tehát mind a két irány jó, csak vagy a háziorvossal, vagy a háziorvos nélkül, de el kell jutni a fülorgégészhez, ha nem szűnnek a panaszok. Hogyan diagnosztizálják az egyes daganatokat, milyen vizsgálatokkal, és fájdalmasak-e ezek a vizsgálatok? Hát én azt mondom, nem fájdalmasak, de azért mindenki máshogy éli meg, mert egy nagyon érzékeny terület. Vannak rendkívül érzékeny torkú emberek, akiknek hány ingerrel szabva vizsgálatják, de szakembernek éppen ez a dolga, hogy tudja azokat a tükröket, hogy úgy tudja megvizsgálni a torkát, olyan óvatosan tartani nyelvét, vagy lenyomni, hogy be tudja világítani az egész területet. És hát ma már rendkívül korszerű endoszkópiaink vannak, amivel szájon keresztül meg tudjuk nézni a gégét, az algaratot, vagy fiberoszkóppal, akár óron keresztül is átnézve az egész orrüreget, az is része a vizsgálatnak, és úgy le lehet nézni a gégét és az algarat, hogy az öklendező beteg sem fog öklendezni, mert nem érjük el a torkát, nem irritáljuk.
És hát természetesen be lehet érzést tenni egy-két fújat fájdalomcsapítóval, lokális fájdalomcsapító, és ki lehet kapcsolni a reflexet, a kóros reflexet. A nyaktapintása az meg nem jár fájdalommal. Úgyhogy ezt meg lehet oldani azért fájdalom nélkül. Mi történik utána a betegekkel? Milyen ezeknek a daganatoknak a kezelése? Ugyanolyan, mint más típusú daganatoké? És attól függően, hogy mekkora az elváltozás, és hogy említettem, mi stádiumra osztjuk a daganatokat, és az 1-es-2-es méreteket könnyedén kioperáljuk. Nagyon sokszor úgynevezett minimál invazív, tehát endoszkóppal az orron keresztül, vagy endoszkópokkal a szájon keresztül, vagy esetleg mikroszkóppal, úgynevezett gége endoszkópon keresztül, lézer segítségével, vagy egyes speciális eszközök segítségével ki tudjuk venni a kisebb daganatokat. Tehát úgy, hogy nem kell átvágni a nyakon a bőrt, vagy az arcon. Tehát ma már, ahogy például a sebészetben és az endoszkópos laparaszkópiával pici lukakon keresztül át tudnak menni hasonlóan és kivenni daganatokat, mi ugyanígy az orr és a szájüreg felől el tudjuk távolítani a kisebb daganatokat. A nagyobb daganatoknál ott mérlegeljük, hogy mivel jár egy műtét, egy kitesztett műtét, illetve nem jobb a betegnek, ha esetleg gyógyszeres és sugárkezelést kap, először az a megkisebbítve a daganatot, vagy eltüntetve. Ha mennyiben jó a daganat és eltűnik, akkor meg is lehet gyógyítani a beteget, ha pedig csak összemegy, akkor megint csak egy kisebb műtéttel meg lehet operálni. De hát itt azért nagyon sok minden múlik azon, hogy csak egy daganatról van szó, vagy esetleg a nyak nyirok csomóébe átétet ad a daganat, vagy esetleg a távolba is a tüdő felé, vagy a máj felé a daganatot. Tehát ezeket nekünk mérlegeljük, és nem elég az endoszkopos vizsgálat, hanem ilyenkor nagyon alapos komputertomográfiás vagy MR, mágneses rezonancia vizsgálatot is csinálunk. Finom tűvel, ultrahanggal megszúrjuk a nyaki csomókat, hogy van-e benne áttétet. Nagyon alaposan feltérképezzük, ha kell, úgynevezett PET-CT-t csinálunk. Tehát nagy a tárházunk, ugyanúgy, mint a többi szervnél, és ezeket fel tudjuk mérni, hogy csak primér daganat van, vagy már a nyakon vannak nyirokcsomók, esetleg távoli áttét van, és így tervezzük meg a kezelést az onkológusokkal. Ma már mindenhol így nálunk is onkotím van, ami azt jelenti, hogy a több disziplinák a képviselői ott vannak egy ülésen. Hát eljön a patológus kollega, referál nekünk a szövettant, hát azon is sok múlik, hogy mennyire agresszív vagy szelídebb a daganat. Eljön a képalkotó kollega, megmutatja az MRTT-n a kiterjedését a daganatnak, és hát ott vannak a filorgégészek, tehát a sebészek természetesen, és egy közös döntést hozunk a nemzetközi protokollban megfelelően, hogy megcsináljuk a tervet, megbeszéljük a beteggel, az alternatívákat is megbeszéljük, és közösen döntünk, és aztán követjük a beteget, és ha szükséges, akkor később is beavatkozunk. Lehetnek egyébként mellékhatásai akár egy-egy műtétnek? Ugye itt azért gondolok arra, hogy közel lehetnek a hangszálakhoz a daganatok, tartós maradhat-e a rekedség, tehát ezt csak rádiósként kérdezem én, aki a hangjából él. Nyilván bennem is felmerül a kérdés, de hát bárkiben felmerülhet. Igen, na ez is egy nagyon fontos kérdés, különösen a gége hangszálak környékén. Például hangszalagrák, az viszonylag gyakori a dohányos betegeinknél, és a hangszalagnál az is befolyásol minket, nem csak, hogy mekkora a daganat, hanem az is, hogy mi a foglalkozása az illetőnek. Pontosan, hogyha egy speakerről van szó, riporterről, színészről, tanárról, aki a hangjából él, ott megnézzük, mert majdnem egyenértékű a sugárkezelés, a komputervezérelt sugárkezelés az, hogy kivesszük a daganatos hangszalagot esetleg lézerrel. Ott viszont lehet, hogy sugármel döntünk, mert a hangot kevésbé károsítja, hiszen ha kivesszük a hangszalagot, ott mindenki perekedtebb lesz. Ha dagad meg eltűnik a hangszalagról, akkor majdnem tökéletesen visszajött a betegnek a hangja. Nagyon sok szempontot kell figyelembe vennünk, és hát finoman hangoljuk ezt a dolgot. Professzor úr, milyenek a túlélési esélyek? Ugye említette az elején, hogyha időben elkapják a betegséget a tünetek alapján, akkor túlélhető, vagy azért sokan belehalnak? Igen. Korai stádiumú betegek meggyógyulnak. Tényleg azt lehet mondani, hogy ott nagyon jó a szansz. Ha már úgynevezett 3-as vagy 4-es stádium a daganat, ahol esetleg több áttét van, vagy nagy áttéteket ad, tehát szét tudott eljönni a betegség, ott sokkal rosszabb a prognózis. De hát ott is, ha még időben vagyunk, ha meg tudjuk operálni a beteget, kivenni az áttéteket is a nyakról, a primér daganatot is szépen ki tudtuk venni biztonsággal, jók a rezekció szélei a műtétnek, ha kell, utókezelést adunk, akár sugarat, akár kemoterápiát. És meg tudjuk fogni, az előadottabb daganatnál is nagyon szép eredményeink vannak. Úgyhogy hát ez teljesen attól függ, hogy hogyan reagál a kezelés. Mert említettem, olyan is van, hogy inkább úgynevezett kemoradioterápiával kezdünk, ha sugárérzékeny daganat, és
vannak olyan daganatok, amelyek nagyon jól reagálnak ezekre a kezelésekre. És akkor eltűnik a daganat. De ezeknek a betegeknek sosem szabad elengedni a kezét, mert egy daganat ki tud újulni. Tehát nagyon fontos, hogy eleinte havonta, majd 3 havonta, majd fél évente, aztán évente kontrolláljuk, és megnézzük endoszkóppal a beteget, illetve csináljon képalkotó vizsgálatot, hogy nem akar-e újra jelentkezni. És akkor nagyon gyorsan megint beavatkozni. Tehát ma már sokkal jobbak az eredményeink, mint 15-20 évvel ezelőtt, vagy akár 10 évvel ezelőtt is. Minden az időfaktoron múlik, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy gyorsan lássuk a betegeket. Felmerül bennünk a kérdés, hogy vannak olyan vizsgálatok, amelyekkel már előszűrhető egy rák előtti állapot? Igen, nagyon jó, és akkor elkezdünk visszafele jönni, majd így a van. Megelőzésre is beszélünk egy pár szót. Igen, szóval nagyon fontos. Kicsit egy analogként mondhatom a nőgyógyászati méhnyakrákhoz. Ott azért már talán közismert, hogy a nőknek azért javasolják, hogy évente, de 2 évente mindenképpen menjenek el rákszűrésre, mert vannak rákmegelőző állapotok. Például a méhnyakráknak is vannak olyan méhnyaksebei, amik megjelennek a méhnyakon, és ezt a nőgyógyász látja, és még szó sincs daganatról, és be tud avatkozni, el tudja távolítani, vagy lát olyan papillomát, kondilomát, tehát HPV eredetű betegséget, ami jó indulatú, de ha ott marad, akkor lehet belőle rossz indulatú daganat. Hát ezeket meg lehet gyógyítani. És hát ugyanígy vagyunk a fenyőki daganatokkal, hát leginkább a gégerákkal. Igen, azt mondom, hogy a dohányos betegeknek, és itt majd beszélünk róla, talán kérdezted, de még nem beszéltünk róla, hogy mik okozzák ezeket a fenyőki rákokat. Bizony megjelennek például a hangszalagon, vagy a gége többi részén, vagy akár az algarazban is megjelennek úgynevezett leukoplákiák, tehát olyan kis felszínes elváltozások, kronikus gyulladások, amik később rákká alakulnak. És ezeket látjuk, akkor ezeket le tudjuk szedni onnan, akár finom ólókkal, mikroszkopot, akár a lézerrel, amit említettem, és ezzel meg lehet előzni, hogy kialakuljon belőle a rák. Ezt egy sima fülörgégészeti vizsgálaton már észreveszik az orvosok? Igen. Uh-huh. Ezt még a sima vizsgálaton is, de meg kell történni a teljes vizsgálatnak. Tehát különösen a rekedtség esetén gégepanaszt mindig mondani kell. Tehát igen, egy alapos fülörgégészeti vizsgálatnál, egy nem öklendező betegnél ezt észre lehet venni, és hát hogyha pedig hogyha a betegnek érzékeny torka, megbeszéltük már, hogy akár egy fibroszkópos vizsgálata az orr felől, akár egy helyi érzéstétésben meg lehet vizsgálni. A gyanú ott van, és akkor el lehet küldeni olyan centrumba, ahol esetleg speciálisabb eszközzel ez nagy itt van, meg lehet nézni, és tényleg megtervezni a kezelést. A dohányzás az egyik, ami okozhatja a fej- és nyakdaganatok kialakulását. Mi okozhatja még? Igen, a dohányzás és a rendszeres alkoholfogyasztás. A kettő együtt nagyon erősíti a másiknak a hatását. Hát a tüdőnél mindig arról beszélünk, hogy a tüdőrákot a dohányzás okozza. Itt pedig az van, hogy a szájüregben, a nyelven, a nyelvgyőkben, a garatban, a gége környékén az elfogyasztott tömény alkohol, de még a hig alkohol is, és hozzá a dohány rákkeltő anyagai közösen egymást erősítve tudják a rossz indulatú megjelenését elősegíteni. Úgyhogy külön-külön is mind a kettő faktor a fenyőki rákoknál. Ha valaki dohányzik és rendszeresen iszik, megsokszorozza a veszélyt. Más faktorok is szóba jönnek, ha korábban kapott a beteg, egy beteg más dagadni a sugárkezelést, vagy például erős refluxa van és folyamatosan a fejön is fölmarja a nyálkártyát, és közben dohányzik, hiszen a nyálkártya sérül ugyanúgy az alkoholtól, így a savtól is, és a dohányos betegnél a rákkeltő anyagok könnyebben tudnak ilyen atipiát, rossz indulatú betegséget okozni. A HPV-ről is beszélhetünk, igaz? Hiszen a HPV vírusa okozhatja. Köszönöm a kérdését. Ez egy nagyon fontos, jelentős dolog. Ugyanaz azok a HPV vírusok, amik a méhnyakrákot is okozzák, pontosan abból kettő, a HPV 16-as vagy a 18-as, ezekről kiderült, hogy a manduláknak, tehát a torok mandulának és a nyelvgyöki mandulának is okozhatják a rákját. 100 féle HPV vírust ismerünk, ezeknek a többsége nagyon kellemetlen, jó indulatú betegséget okoz, de van ez a két nagyon agresszív típusa, a 16-as, 18-as, mert még van 4-5 olyan, ami főleg a nőgyógyászati vonalon tud még ményakrákot okozni. Mi esetünkben ez a 16-os a fő gonosz.
kisebb mértékben 18-as, ezek beeszik magukat a mandulába, és akinek arra hajlama van, ugye a mandula az a nyirokszer, tehát azért fogja meg a vírusokat, és ezt még nem tudjuk pontosan, hogy miért van az, hogy egyes embereknél a bekerült vírus ott marad, és pár évvel később elindítja a mandularákot. Azért nagyon fontos, hogy ez kiderült, mert az ugye feltűnő volt már az utolsó 15 évben, hogy miközben ahol a dohányzást csökkentették, ott csökkent a tüdőrákkal együtt a gégerák és a fenyegető daganatok száma, kivéve ez a Közép-Galata, ahol a mandula van. Ez például az Egyesült Államokban elkezdett emelkedni. Aztán Európában is ennek az aránya száma. És azt is észlelték, hogy egyre több a fiatal férfi és nő, aki ezt megkapja. És aztán kiderült, hogy látszólag ugyanaz a rák, ugyanaz a sejtek, de DNS vizsgálatokkal kiderült, hogy ki tudják bemutatni a HPV-nek ezt a 16-os típusát. És hát így derült rá fény, hogy ez egy új betegség tulajdonképpen. Jó 10-15 éve korábban jelentkezik, mint a dohányosoknak, alkoholfogyasztóknak a rákja, azok inkább 55-70 év között jelentkeznek. Ez viszont 40 és 55 között jelenik meg. Kicsit máshogy is viselkedik, úgyhogy ez is nagyon fontos, hogy tudjunk erről, fiatalkorban is nyaki csomó, az bizony jelentheti ezt is, vagy valamilyen torokpanasz. Tehát szeretnénk felhívni a fiatal emberek figyelmét is arra, hogy nem kell a zuhányzónak lenni, hogyha bármilyen tünet megjelenik, amiket felsoroltam, torokpanaszok, rekedtség, nyaki duzzanat, akkor azért ezzel is el kell jönni a fülorgégészeti vizsgálatra. Akkor zárjuk a megelőzéssel. Azt ugye elmondhatjuk, hogy most már a 7. osztályos fiúknak is ingyen lehet kérni a HPV elleni oltást, úgyhogy azt gondolom, hogy buzdíthatjuk a szülőket arra, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. És hát azt veszem ki professzor úr szavaiból, hogy mindenképpen kerüljük a dohányzást és a túlzott alkoholfogyasztást. De mit tehetünk még? Egyrészt, ha megengedi, még egy mondat az oltásról. Mert ez egy óriási, óriási dolog, hogy rákot lehet megelőzni vírus ellenes oltással. Nagyon komoly dolog, évtizedekig küzdöttünk itt a lányok, és aztán a fiúknak is az oltásáért. A méhnyakrák miatt a lányokat beoltották, és ez egy nagyon szép dolog volt, de hát mi már láttuk, hogy ez nem oldja meg majd a későbbi mandularák problémáját, és szerencsére nagyon komoly támogatókat kaptunk, és sikerült elérni azt, hogy Magyarországon most már a fiúkat is oltják. Vagy a világ legfejlettebb országaiban, és ebben azért ott vagyunk az élmezőnyben, mert első között sikerült azért a teljes gyerekpopulációt, így a fiúkat is beoltatni. Nagyon fontos, hogy a szülők ezt engedjék meg. Ez az az oltás, ami senkinél a világon soha, és itt már több 100 millió oltás van beadva a világon, és a lányoknál azért ez már több mint 10 éves program. Semmiféle mérhető mellékhatás nem volt a HPV-vel. Az a probléma a HPV-vel, hogy a bőrön és a nyálkátján megterszik, azt az immunrendszer nem ismeri fel. És abban a pillanatban, hogyha az oltás bekerül, az immunrendszer elkezdi termelni a memória sejteket a HPV ellen, és a HPV megterszik a nyálkátján, innentől kezdve a szervezet felismeri és azonnal elpusztítja. És semmiféle papilloma, meg kondiloma, a jóindulatú disznóságok, amiket okoz a HPV, és a méhnyakrák és a mandulárák nem alakul ki. Úgyhogy az egy óriási dolog, hogy az állam ezt tudja nyújtani, és a gyerekeinket ingyen beoltják. És hát mindenki bíztatnék a fiatal korosztályt, hogy bár 100%-os védelmet a kisgyerekek oltásahoz, de 20-tól 50-ig azt gondolom, hogy minden férfi és nőnek nagyon beoltatja magát. Mert nagyon szépen, nem 100%-os arányban, de 70-80%-os arányban meg lehet előznie ezt a két ráktípust, a méhnyakrákot és a mandulát. Ez nagyon sok. Sajnos drága az oltás, ezért nagyon jó, hogy a gyerekek ingyen megkaphatják. A felnőtteknek meg kell venni. De buzdítok mindenkit, hogy a háziorvosával, szakorvosával írassa föl, egy év alatt 3 oltást kell a felnőtteknek kapni. A gyerekek csak 2 oltást kapnak, és ez egy fantasztikus védelmi lehetőség. És akkor ugye tovább a megelőzésre, ne dohányozzunk, ne ígyunk alkoholt. Ne ígyunk, ne dohányozzunk, így van. És étkezzünk egészségesen, mert azért nem beszélünk annyit ezekről a faktorokról, de zöldség, gyümölcsöt nagyon nagy mennyiségbe kell emelni. Tehát picit az úgynevezett mediterrán diéta az sokat segít, olívabogyó van, nagyon sok zöldség van, amivel nagyon sok vitamint tudunk bevinni a szervezetünkben. Fontos a D-vitamin fogyasztás, illetve nem tűző napon legyünk nap alatt, mert D-vitamin az összes daganat ellen védelmet okoz, az immunrendszernek
majdnem 200 enzimhez kell a D-vitamin, úgyhogy sok más jó hatása mellett daganatmegelőzésben is van szerepe. Úgyhogy ezt meg rendszeresen fogyasztani kell nyár kivételével. Pó, professzor úr, nagyon-nagyon sok mindent megtudtunk most, és szerintem azért mindent meg is beszéltünk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és köszönöm a hasznos jó tanácsokat. Az elmúlt percekben dr. Tamás Lászlóval, a SOTE Fülorgégészeti és Fejnyaksebészeti Klinikájának igazgatójával, a Fejnyaki Onkológiai Társaság elnökével beszélgettünk. További szép napokat, jó egészséget kívánok önnek, viszont hallásra. Kezdjük akkor, viszont hallásra.